Sopronban rendezték meg az elmúlt hétvégén azt a kvalifikációs versenyt, amelyen még szintidőket lehetett úszni a nyári fukuokai világbajnokságra, a dublini U23-as Európa-bajnokságra és a belgrádi junior Európa-bajnokságra. A magyarokon kívül osztrák, svájci, szlovák és libanoni versenyzők is rajtkőre álltak a lővér uszodában. A nyíregyházi sportcentrumot két úszó, Hatházi Dóra és Barna Bianca képviselte. A mini különítmény minden színű éremből szerzett egyes Sopronban. Mindenki a saját számában a lehetőt legjobbat kihozta magából. Van még mit tenni, főleg a mellúszásán Biancának, de a 200 mell az megmutatta, hogy már az idei legjobbját meg tudta úszni, és egyre elindultunk az egyéni csúcs felé. Az 50-100 mellen még technikai és ütem problémák vannak, de ez orvosolható, 4 hét múlva lesz ugye az IFI EB. A Dóri esetében a pillangó számokban mindig hozza a magabiztos úszását, a 200 pillangót nyerte, tehát nem volt rá veszélyes. A Sebestyén Dalmával, aki világbajnoki része, elég jó csörtét úsztak, ugye Dóri a hajrában pár tizeddel le tudta a Dalmát győzni. A 100 méter pillangónál ugye a gyorsasága megvan, egy perces idővel ott második helyezett lett. Az 50 méter pillangó neki tulajdonképpen csak kiegészítő szám. Barna Bianca felkészülésének fókuszában már a junior EB-je áll, amelyet július 4-e és 9-e között rendeznek meg Belgrádban. Urbin Tamás tanítványa a tervek szerint mind a 6 napon rajtkőre áll majd. A 3 mellúszó számon kívül így kiegészítőnek fogok úszni egy 50 gyorsat, illetve a 4x100-as női vegyes váltóban kéne elsősorban nagyon jól úsznom. Az elmúlt hétvégén Sopron mellett Debrecenben is medencébe szálltak a nyíregyházi sportcentrum úszói. A csapat gerince, több mint 30 versenyzővel itt voltunk a debreceni hajósalfét kupa második fordulóján, amit már nagyon vártunk, mert elég régóta nem volt víz Debrecenben az 50 méteres úszodában, és a fiatalok itt arra mentek, hogy a magyar bajnokságokra szintidőket ússzanak, ami több esetben sikerült is. Gyermek, illetve serdülő bajnokságon, illetve cápa sereg szemlére, vagy cápa bajnokságra szintidőket teljesítettünk. A hét végén az év első nyitott medencés versenyére, a gyöngyösi parafakupára utaznak el a nyíregyházi úszók, hárman pedig Szegeden a nyíltvízi országos bajnokságon képviselik majd a sportcentrumot.